1956. október 23-án én egy olyan jövő elé néztem, egy nagyon szép szerelem következtében férhez mentem, szerintem Magyarország, vagy talán Európa legfessebb emberéhez. És fölvettek az egyetemre, az érettségi után a származásom miatt, mert értelmiségi családba születtem, nem vettek föl, de amikor férhez mentem, akkor is újra jelentkeztem az Agrár Egyetemre. Oda is fölvettek, és egy mezőgazdasági kutatóintézetbe dolgoztam Budán, a Növényfajta Kísérleti Intézetbe. Tehát olyan, minden olyan optimista volt, és úgy nézett ki, hogy arra gondoltam, hogy majd elvégzem az egyetemet, ezen a pályán befutok talán egy szép karrier, gyermekeink lesznek, és élünk boldogan, míg meg nem halunk. És akkor jött október 23-a, amikor a hivatalba mentünk vissza az ebéd után, Budán a Mehvár tért, talán az olyan ismertebb, tehát onnan nyílik a Keleti Kári utca, ott dolgoztam, és jöttek velünk szembe fiatal emberek nemzeti színű kokárdával, és én a kollégáktól megkérdeztem, hogy nem tudjátok, milyen nemzeti ünnep van ma? Hát itt olyan kokárdával jönnek az ön. Nem tudod, tüntetés lesz a Bentélen. Amikor már a perek, aztán a forradalom leverése után megindultak, az egyik vádpont volt nagyon sok perbe, hogy előre megtervezett már, nem hogy abban az év tavaszán, hanem talán már az előző évben készültek a forradalomra. Talán ez jellemző, hogy én Malitek párfeleségen fogalmam se volt róla, arra se, hogy tüntetés lesz a Bentéren. És visszamentünk az intézetbe, és megkérdeztük a főnököktől, hogy nem baj, hogyha lemegyünk a Bentélyre. Persze nem akarták engedni, nem politikai okokból, hanem féltettek minket. Általában véve azért, mint fiatalok voltunk, én akkor 22-23 éves. És le is mentünk, és hát ez október 23-a délutánját a Bentélyen mindig azt gondolom, hogy ha talán író lennék, vagy költő, akkor jobban vissza tudnám adni azt a boldogságot, ami ott elfogta az ember. Egyáltalán az a délután. És ha holnap lesz ugye a 60. évfordulója, mindig így gondoljanak rá, akik a fiatalok, és nem, talán nem is hallottak erről a délutánról, hogy ez egy gyönyörű délután volt. Ez egy ünnepi délután volt. Ki hitte volna azt, hogy este már halottak lesznek az utcán, hogy lőni fognak? Senki. Olvastuk a 16 pontot, olyan passzusokat ebbe a 16 pontba, hogy az embernek szája elállt, hogy Úristen, le lehet írni ilyet, ki lehet mondani ilyet, ki hallja, de akkor mindegy volt, hogy ki hallja, mert mindenki egyet akart, aki ott volt a téren. Millió ember, nem tudom, hogy hányan voltunk, alsó-felső rakpart teli, a hidak teli, a főutca teli, a Bentér, ami nem egy olyan óriási tér, teli, és osztogatták a 16 pontot, aminek az első passzusa az volt, hogy a szovjet hadsereg vonuljon ki az országból. Ilyen követelések voltak, hogy a gazdasági megállapodásokat vizsgálják felül, hogy a magyar uránt ne a szovjetek vigyék ki az országból. Kővágó szőlősön Pécs mellett találtak uránt, lehet, hogy az maradjon Magyarországon. Nagy Imrét a kormányba, szabad választások, több pártrendszer. Én nem tudom mind a 16-ot most elmondani, még az is volt, amit én persze, hogy megjegyzem örök életemben, hogy a honvédségnek magyar egyenruhát, mert szovjet mintájú egyenruhát kellett hordani, és hogyha én, szóval,
hogy a diktatúra, az elnyomás, a jóformán tiltása annak, hogy az ember hazafi legyen, hogy szeresse a hazáját, hogy ezt valahol hangoztassa, hogy szóval úgy nézett, azt gondolta az ember, hogy na most itt van a pillanat, végre elértünk oda, hogy ennyi, ugye majdnem 12 év után elértünk oda, hogy mi magyarok lehetünk. Mindenfelől még jött a tömeg, és talán nagyon fontos még azt elmondani, hogy ugye az egyetemisták, a műegyetemisták találták ki 22-én, hogy tüntetés legyen a Vemtéren, és a ELTÉ-ről, tehát Pestről is a Tudományi Egyetemnek a hallgatói jöttek, ő hozzájuk csatlakoztak, a délelőtti műszakot éppen letevő munkásság, aki ment volna hazafelé, de ebbe torkolott bele, hogy ott boldogan vonul a nép, és sajnos jó kis ritmusok voltak. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába, erre emlékszem. És ehhez hasonló ritmusokat mondtak, és énekelték a himnuszt, a szózatot, így értek oda a Vemtérhez. És egyszer, ahol én álltam, ott fák voltak, és a fákra fölmásztak fiatal emberek, és egyszer a szobor felé kiabálták, megjöttek, itt vannak. És megkérdeztük, hogy kiket vártak. Itt vannak az ifi munkások. Tehát, hogy nem csak az egyetemisták, nem csak az értelmiség, hanem a munkásság is csatlakozott ehhez a tüntetéshez. Innen tulajdonképpen a tömeg aztán átment a Kossuth térre. Én azért nagyon sajnálom, ott volt egy olyan szobor vagy emlékoszlop, amelynek az volt a címe, hogy a forradalom lángja, amit mindig meggyújtottak október 23-án és november 4-éig égett. Ez annak az emléke volt, hogy amikor a tömeg ott volt a Kossuth téren, és kívánta, hogy Nagy Imre szóljon hozzájuk, akkor leoltották a villanyt, mert hát azt gondolták, hogy hát ha sötét van, akkor az emberek hazamennek. De nem mentek haza, hanem zsebükből, aktatáskából előhúzták az újságot, vagy a nem olyan nagyon fontos iratokat, meggyújtották, és avval fákjával világítottak. És a mi szemünkben azóta is ez volt a forradalom lángja. Én hazament, illetve értem, az uramnak volt személyi használatú kocsija, először értem jött, utána mentünk föl hozzá, érte, nagyon feszült volt, és azt mondta, hogy mit gondolsz, menjünk le a városba, nézzük meg, hogy mi történik. Nem tudom, esetleg önök között van valaki, aki emlékszik arra, hogy az irodalmi újságban már ebbe az évben, 56 tavaszától kezdve olyan cikkek, olyan versek jelentek meg, ami már egy kicsit a forrongásnak az előszele volt. És egy ilyen cikk volt Háj Gyulának Kucserákék című cikke, ami tulajdonképpen nagy vonalakban elmondva, hogy a nagyon menő, magasrangú pártember a lefüggönyzött autóba, hogy a nép ne is lássa, abban nem is akar érintkezni, az hova megy ebben az autóval, és a mi autó az nem volt lefüggönyözve, és egy nagyon egyszerű kis pobjeda volt, de én azt mondtam az uramnak, én nem megyek autóval, én nem vagyok Kucserákné, én nem megyek autóval tüntetést nézni. De ő nagyon megharagudott ezért, és haragosan elment, én pedig hazamentem. De akkor nagyon megbántam ezt, hogy ezt mondtam. Úgyhogy nem is gyújtottam villanyt, föl alá szaladgáltam, bekapcsoltam a rádiót, és akkor hangzott el Gerő beszéde. És a Vemtér után ezt a szörnyű beszédet hallani ott, teljes, én nekem hátam borsozott, Úristen, mi lesz ebből, ha a vemtéri gyönyörű megemlékező vagy tüntetés után
ez a beszéd, hogy nem hangzott el az, hogy csőcselék, de tulajdonképpen a hang nem az volt, hogy annak tartja őket. Mi lesz most? Itt, szóval nagy visszavágás lesz ebből. Közben az uram hazajött, és akkor elmondtam neki, hogy a bentéri történteket, és a Gerő beszédet. Hát utólag most már tudom, hogy a fiatalok a Kossuth térről elmentek a rádióhoz, és azt kérték, hogy olvassák be a 16 pontot a rádióba, és megígérték nekik, és közben a hangos bemondóba kihirdették, illetve fölkérték a lakosságot, hogy mindenki tegye ki az ablakba a rádióját, mert hogy olyan fontos közlemény fognak beolvasni. És ezek a fiatalok azt hitték, hogy a 16 pontot, de nem azt, hanem a Gerő beszédet közvetítették. És tulajdonképpen, szóval vannak a történelemnek olyan pillanataik, ami a mai napig még nem egészen tisztázódott. Hogy ott az első lövés hogy dördült el, azt tulajdonképpen egész pontosan a mai napig nem lehet tudni. Minden esetre a rádiónál kezdődött a harc, ott az első halott, ott esett el, sajnálom, első ember ott esett el, és ezek a fiatalok próbáltak bemenni a rádió épületébe, de tulajdonképpen azt, hát akkor még a fönnálló AVH, Állatvédelmi Hatóság katonái védték, és ők voltak, akik az első lövéseket leadtak, a mai tudomásunk szerint. Másnap reggel mi elindultunk Maléter Pállal Kiki a hivatalába, 24-én reggel, és ezt én azért szeretném elmondani, mert én szerintem ez valami egész elképesztő volt, amit ott átéltünk. A Budán, az Orbán-hegyi úton, az egy elég kevetek utca, fönn köd volt 24-én reggel, de ahogy jöttünk lejjebb, kijöttünk a ködből, és az utcán végig ott álltak a szovjet tankok, szovjet páncélautók, és a szovjet katonák nyüzsögtek körülöttük, és egymást kötözték. És amikor minket megláttak, akkor legalább 4-5 géppisztoly szegeződött ránk. Én, ahogy az urammal karoltam, nem mertem még a fejemet se fölemelni, csak szóltam, hogy most le fognak lőni. Ne higgyék azt, hogy ez ilyen manír a részemről, nagyon sokszor elgondoltam, jobb lett volna, ha akkor lelőnek. És akkor, de az egyik orosz a másiknak átkiáltott, hogy ez egy ezredes. Én nem tudtam oroszul, de ezt, hogy polkovnyik, vagy plukovnyik, vagy valahogy így mondják, ezt megértettem, hogy most azt mondják, és akkor egy kicsit lejjebb engedték a fegyvereket. És az uram felvidéki csehül-szlovákul perfekt beszél, fogságban volt, szovjet fogolytáborban volt, mint magyar katonatiszt, tehát könnyen megtanult oroszul. Oda szólt nekem, menjünk haza. Hazamentünk, mi újra eltűntünk a ködbe, és akkor mondta el azt, hogy az oroszok azt kérték tőle, hogy mondja meg, mutassa meg azt a legrövidebb utat, amin ezt a várost el lehet hagyni. Gondoljanak bele, a világ akkori legnagyobb szárazföldi hadseregének egy egysége, amelyik éjjel 2-kor dübörgött be Budapestre, szembe került a pesti srácokkal, akiknek nem volt, akkor még pláne nem volt fegyverük, legfeljebb egy-egy kis puska, vagy flóbert, vagy pisztoly, vagy valahonnan talán el tudtak lopni valami fegyvert, és ezek elől, és a Molotov koktélok, persze az nagyon hatásos volt, Budapest szűk utcáiból, az emeletről, ha páncélautókra vagy a tankokra rádobták a Molotov koktélt, az ott menthetetlen volt, és ez még egy mai napig egy elég talány, hogy a végeredményben a legnagyobb hadsereg tisztjei, katonái nem gondolta, hogy gyalogság nélkül itt nem sokra mennek Budapest utcáin. Szóval
ez a had, ennek a hadseregnek a katonái menekültek. Én nekem ez máig valami egész fantasztikus. És azt kívánták Maléter Páltól, hogy kísérje el őket. És ő meg is ígérte, hogy majd elfogja. Megmutatta, arra mennek, akkor hova érnek, és hogy el fogja kísérni. De először a feleségét hazakíséri így. Mi hazamentünk, és megvártuk, amíg elmennek. Nem tudták, hogy mi hol lakunk, hogy hová megyünk haza. Úgyhogy esze ágában nem volt elkísérni őket. Ja, akkor megkért engem, hogy én maradjak otthon, és ő pedig gyalog fölment a várba a parancsnokságára, és 24-e déltől 25-e délig a Honvédelmi Minisztériumban volt ügyeletes, oda már gyalog ment le, és 25-én azt a parancsot kapta a akkor még regnáló Bata István honvédelmi minisztertől, hogy 5 tankkal, akik esztergomi illetőségűek voltak, menjen ki a Kilián laktanyához és a Korvin közhöz, és számolja fel a felkelőket, a felkelést, a tüntetőket. Az 5 tank el is indult, így szól, én olvashattam a vallomásokat, tehát ott is olvastam, hogy az 5-ből 2 tank a Kálvin téren eltévedt, 3 tovább ment, és olyan tüzet kaptak az Üllői úton, nem oroszoktól, hanem a felkelőktől, akik nem tudták, hogy miért jönnek a magyar tankok, hogy a 3-ból 2 kigyulladt, és az füstölökbe távozott. Úgyhogy amely a legelső tankba ült Maléter Pál, és ők odaértek a Kilián laktanya kapujához, nem tudtak bemenni az udvarra, mert beszorult a tank, hogy ez Mária Terézia korabeli épület, nem erre tervezték, és tulajdonképpen ez a tank az utca, az Üllői út felé álló ágyújával később a forradalom egyik ilyen nimbusza vagy jelképe lett, mert valaki rátett egy virágkoszorút jelezve azt, hogy ez békés szándékkal áll itt. Malita, amikor kiszállt a tankból, akkor egy nemzeti színű zászlóval a hullámzó tömeg elkezdte kiabálni, hogy éljen, a hadsereg velünk van, a levegőbe dobálták, és éjjenezték, és akkor Maléter Pál megkérdezte, hogy van-e itt közöttetek olyan, aki csoportnak vezetője, vagy a Korvin köznek a vezetője, és itt jelentkeztek ilyen emberek, csak gyertek be a laktanyába, és mondjátok el, hogy miért, hogy mi a kívánság, és tulajdonképpen egyetértett velük. Tekintettel arra, hogy 23-án és 24-én a laktanya és a Korvin köz nem volt barátságos hangulatban egymással, tehát akkor lőtték egymást. És amikor ő kiérkezett 25-én, akkor szűnt ez meg, ez a háborúság, és Maléter Pál azt mondta a felkelőknek, hogy a laktanya nem fog ő ellenük harcolni, nem fogja őket lőni, de ők se lőjék a laktanyát. Tehát egy semlegességi megállapodás volt. Ennek ellenére a katonák kikitörtek a laktanyából, és a emeletekről dobálták a molotov koktélokat. Ha a korabeli képeket megnézi az ember, akkor látja, hogy a Kilián laktanya teljesen. Egyébként ennek a lánykori neve Mária Terézia laktanya volt, csak a II. Világháború a kommunista időkben lett Kilián laktanya. De egy nagyon szilárd épület, és mégis nagyon összelőtték, rettentő romos volt, és az Üllői út és a Nagykörút sarkán az a sarok le is omlott teljesen. Annyira lőtték a laktanyát. Én 28-án nem bírtam tovább, lementem a laktanyához. Az uram nagyon örült, de azt mondta, ott akartam maradni. Azt mondta, hogy nincs helye ott nőnek. 31-én újra lementem. Az egy nagy élmény volt, mert
kiderült, hogy az uram a parlamentbe, behívták a parlamentbe, nincs a laktanyába, és a tömeg, amelyik ott hullámzott megint, az azt kiabálta, hogy Malétert a kormányba. És kijött egy tiszt, és közölte, hogy nincs Maléter, nincs itt. És akkor elindultak a parlament felé, avval, hogy Malétert a kormány, Malétert és Mincertit a kormányba. Én akkor hát nem akartam bemenni, mert hallottam, hogy nincs ott, de azt hallottam, hogy körülöttem beszélgetnek az emberek arról, hogy te valami Maléter Péter, a parancsnoka ennek a laktanyának, nagyon rendes ember, nagyon rendes, nem ismeri senki, de nagyon rendes ember. Másik oldalról hallottam, öreg szivar már ez a Maléter, valami Maléter, az a, hát akkor 39-38 éves volt, nem volt olyan nagyon öreg szivar, és de jó volt ezt hallani, úgyhogy én nem mondtam, hogy én ki vagyok, hanem ott egy darabig ezt hallgattam, és amikor a tömeg elvonult, hogy a parlamenthez megy tüntetni és kérni azt, hogy ki a kormányba, akkor én gyorsan hazamentem, és ott összetalálkoztam Maléter Pállal, aki nagyon, nagyon mérges volt, mert a köpeny zsebébe, a kilyába hagyta a kulcsot, nem tudott bemenni, és ahogy én megígértette velem, hogy otthon maradok, én meg nem voltam otthon. Na, de hát aztán beszélgettünk, de kétszer, a 12 nap alatt összesen kétszer volt otthon zuhanyozni és átöltözni, aludni egyetlen egyszer nem aludt otthon, és azt ígérte nekem, hogy november 4-én egész biztos haza fogok jönni. November 3-án jött haza a leghamarabb, már a következő otthonléte akkor volt, átöltözött és elmondta, hogy délben a szovjet főparancsnokságról a tárgyaló delegáció jön be a parlamentbe, és megkezdődik a tárgyalás a szovjet hadsereg kivonulásáról Magyarországról délbe, és én azt kértem, hogy ha egy mód van rá, akkor ugorj haza utána, és mondd el, hogy mi történt. Azt mondta, ha egy mód van rá. Természetesen először a tárgyalások végeztével először Nagy Imrének referáltak a tárgyalás menetéről, és utána hazaugrott, és tényleg elmondta azt, hogy mi történt, és akkor tényleg optimista volt, mert azt mondta, hogy a szovjeteknek nincs olyan kívánsága, amit nem lehetne teljesíteni, hogy a szovjet emlékműveket, a lerombolt emlékműveket állítsák helyre, és stb. Stb. Nem akar, hosszadalmas leszek már megint, de igyekszem. És még előtte el kell mondanom, hogy én az otthon létben állandóan a rádiókat hallgattam, nem csak a magyar, hanem Szabad Európát, és tulajdonképpen onnan hallottam azt, hogy Maléter Pált előléptették vezérőrnaggyá, aztán hallottam, hogy előléptették a honvédelmi miniszter első helyettesének, aztán hallottam másodikán, hogy Maléter lesz a honvédelmi miniszter. Erre is, ezt is nagyon kevesen tudják, ebbe a utolsó koalíciós kormányban volt három kommunista, Nagy Imre, Rosonczy Géza és Kádár János, volt három kisgazda, kettő vagy három parasztpárti, szociáldemokrata párti és egy párton kívüli, és tárcában Nagy Imre volt a miniszterelnök és külügyminiszter, és Maléter Pál, többiek államminiszterek voltak, Maléter Pál honvédelmi miniszter, párton kívüli, nem lépett be a MSZNP-be, mert az volt az elve, hogy a honvédségben nincs helye pártnak. Én amikor ezt hallottam az egyik beszélgetésünkben, azt kérdeztem, Pali, mi leszel még? Én nem örültem. Meg voltam ijedve, valahogy nem tudom, nem örültem. És akkor a válasz az volt, ha egy kis szerencséd van, a műszaki kisegítő alakulatok parancsnoka. Hát sajnos nem volt ilyen szerencsém. Harmadikán, amikor otthon
ezt meg elmondta, visszament a parlamentbe és a Pileán laktanyába, és este beszéltünk újra telefonon, a Mincenti beszéd előtt, a Mincenti beszéd este 8-kor kezdődött, és avval fejeztük be, hogy most tedd le a kagylót, mert a Mincenti fog beszélni, és utána újra beszéltünk telefonon, akkor mondta meg nekem azt, hogy a tárgyalások folytatása este 10 óra Tökölön a szovjet főparancsnokságon. Hát én se eleve, se horten voltam. Tehát ez a gondolat, hogy Budapestről ki ebbe a ilyen körülmények között, ugye forradalmi események után, ő mondta el, hogy akik kivonultak Budapestről szovjet katonaság, az beásta magát Budapest körül, és ezen a gyűrűn kívülre, a Csepel-szigetre, Tökölre, este 10 órára. Nem vagyok hisztérikus alkat, de akkor úgy könyörögtem neki, hogy ne menjen. És egy ilyen fegyelmező hang még most is a fülembe van, amikor azt mondja, ide figyelj, itt most nem számít se feleség, se család. Nekem ki kell oda mennem az életem árán is, mert az ország várja a segítséget. Hát az élete árán ment. Másnap reggel ugye ágyunk törgésre ébredtünk, és én betelefonáltam a parlamentbe, hogy visszajöttek-e Tökörről. Azt mondták, hogy hívjam föl őket egy negyed óra múlva. Akkor bemondták, hogy Nagy Imre miniszterelnök fölkéri a Tökölön tárgyaló magyar kormánydelegációt, a Maléter Pál által vezetett magyar kormánydelegációt, hogy jöjjenek vissza a városba és foglalják el hivatalaikat. Innen tudtam, hogy nincsenek ott a parlamentben. De föltelefonáltam a parancsnokságára és kértem egy kocsit. Így is volt, én kis bőröndbe összepakoltam a iratok, stb. Valami érték, stb. És elindultunk, hogy a parlamentbe megyünk, de a alagút bejárat, a budafelé eső bejáratánál katonák szaladtak le a Váralja utcából, és kérdezték, hogy hová megyek, és én mondtam, hogy a parlamentbe, ki vagyok, és a parlamentbe megyek. És erre azt mondta a fiatal tiszt, asszonyom, hol akar átmenni? Hát mondtam, itt a Lánchídon. Nézzen át az alagúton. Ott a Clark Ádám téren, a Grubba, ott áll a szovjet tank, és itt nagyon ficeregnek ebben a nemzeti színű zászlóval, mindjárt ide lőnek egyet. És mondtam, és hol tudok átmenni a szélső hidakon? Ugyan kérem, azt foglalták ennek hamarabb, mondta a tiszt. És akkor eszembe jutott, hogy én úgy tudom, hogy a Donáti utcában van az olasz követség. Nem az volt, oda mentem, de ez a rezidencia. Egy hétig itt voltam, ott a Szabad Európában azt hallottam, hogy Maléter a Bükkbe, a Bakonyba harcol a szovjetek ellen. Ez megnyugtató hír volt. Közben a nagykövet úr Pesten ragadt a harcok miatt, de addigra hazajött, én megköszöntem a menedékjogot, és elmondtam ezt, hogy ezt hallottam, és ő is megerősítette, hogy neki van egy nagy vadász, és van fegyvermestere, és az ott lakik valahol a Bakony környékén, és az is azt mondta, hogy Maléter ott harcol. Úgyhogy én hazamentem. November véletben, sajnos az uramnak híre nyoma nem volt. Na itt most nagyon, itt rengeteg minden történt, nagy hazugságok, borzasztó dolgok, de én novemberben elkezdtem bejárni újra a hivatalomba, és akkor Erdei Ferenc, aki szintén ebbe a delegációba benne volt, a civil résznek volt a küldötte, akik Tökölön voltak, az üzent, már otthon volt, és üzent nekem, hogy egy kocsival vitték be őket a Gyorskocsi utcába, nem tudom, ez a név mond-e önöknek valamit, ez Budán a fő utcaval párhuzamos utca, a Gyorskocsi utca, és az az Ávos börtön, és hogy oda vitték be őket, és abban maradtak, hogy aki hamarabb szabadul, az értesíti a másik feleségét. Hát Erdei tényleg szó volt. Az édesapám ismerte Erdeit, éppen följött a szüleim, Pécset éltek,
apám följött Pécsről, és megkérdezte, hogy és elmentél hozzá? Mondtam, hogy azt nem üzente. És akkor elmentünk. Erdei elmondta, hogy mi történt Tökölön. Aztán jött egy másik úr, aki szintén ott volt, de teljesen más világnézetű ember, és az ugyanazt mondta el, hogy mi történt. Tehát tárgyaltak egy darabig, és akkor fölpattant az ajtó, berontott Szerov, a KGB parancsnoka, a szovjet KGB parancsnoka, és letartóztatta a magyar tárgyalóküldöttséget. Az ott, ugye ez egy laktanya, szovjet laktanya volt, az ottani fogdákba tették be őket, és aztán behozták őket a Gyorskocsi utcába. Ugye november 3-án fogták el, elmúlt november, december, január, február, március, áprilisban, én minden körülbelül december, nem februártól, mert februárig szovjet őrizet volt a Gyorskocsi utcába, én február, illetve március elejétől minden nap jóformán ott ültem, és beszélőengedélyt, levélengedélyt, csomagengedélyt, stb. Kértem, nem kaptam. Tisztasági csomagot előbb-utóbb lehetett beadni, és áprilisban végre, április elején volt egy levélváltás. Én nekem azt hiszem, hogy 4 oldalas levelet, én másolattal írtam a leveleket, körülbelül 4 oldalas levél, az ő válaszába az ügy kezdődött. Ismertették előttem leveledet, tehát még oda se adták neki. És akkor én a végén föllázadtam, és azt mondtam, hogy addig nem megyek el innen, amíg beszélőengedélyt nem kapok. Áprilisban megkaptam az első beszélőengedélyt, és akkor azt hittem, hogy ez már így fog menni, és ezért azt kértem, hogy a májusit kérem, május 8-ára, amikor a házassági évfordulónk van. És meg is kaptam, a mai napig rettentő csodálkozom rajta, hogy egyáltalán. Megengedték, vittem be 3 szál vörös rózsát, vittem be egy termoszba kávét, vittem 2 narancsot, mert május 1-jére való tekintettel Kádár jó akart lenni a néphez, hozatott be narancsot, és én akkor direkt ezért vettem 2, azt bevittem, és egy kis Hummel szívet, az volt az ajándék. Én tudtam, hogy ezt nem lehet ott hagyni, de hát, ha megengedik. És így is volt, hogy a legnagyobb meglepetésemre írhatott a kávéból, és ő hámozta meg a narancsot, és ne nevessenek ki érte. Ennek a 2 narancsnak a héja kőkeményen, de a mai napig megvan, mert ő hámozta. Természetesen a virágot, meg a szívet, meg a termoszt el kellett hoznom, és életemben akkor láttam utoljára. Soha többet. 57. május 8-a. A halála napja, ugye, azt hiszem, őre tudják, 58. június 16. És addig nem, minden héten jóformán ott ültem, és kértem az engedélyeket, és nem engedtek. 58. június 17-én, hát, hogy velem mi történt, engem kitettek az állásomból, én egyetemista voltam, akkor kitettek az egyetemről. Az Orbán-hegyi úton laktunk, az otthonunknak minden kis zugát együtt rendeztük be, minden sarok valami emlék volt. Kényszer költöztettek az otthonunkból, és közben az édesapámat, Lempécset, őt is letartóztatták. Az igaz, hogy ő a Baranya megyei munkástanácsnak tagja lett, hogy ezért, nem csak azért, mert Maliter Pálnak az apusa. És szóval én akkor már ezen a úgynevezett, én úgy érzem, hogy kényszerlakhely volt, mert egy társbérletbe, egy 6-tagú családdal raktak be társbérletbe, és június 16-án csöngettek, kimentem, a nővérem és a sógorom álltak az ajtóba, és elmondták, hogy hajnalban bemondta a rádió, hogy lefolytatták a Nagy Imre pert, az úgynevezett Nagy Imre pert,
és hát természetesen elmondták a ítéleteket is, amiben Mariter Pál is szerepelt. És, de hát amikor az ember reggel 7 órakor ott áll, és Pestről, Budára, miért jönnek át, tehát megrendültem, és végig kér, ez egy kis olyan önvédelem volt, hogy végig kérdeztem, hogy az édesapámmal van baj, anyámmal van baj, Mária nővéremmel van baj, és utoljára kérdeztem, hogy Pali, és akkor rábólítottak. Hát, sok, természetesen ez sok hatás, de én csendes vagyok olyankor. Levittek orvoshoz, az orvos kiírt, érdekes véletlen, hogy Semjén Zsoltnak az édesapja volt az én körzeti orvosom, dr. Semjén Miklós, nagyon-nagyon kedves, jó belőlesz orvos volt. Ő szó nélkül, nem voltam beteg, csak borzasztó volt. De kiírt betegállományba, és pár nap múlva, és a nővéremhez lakására vittek le, és oda pár nap múlva egy fiatal szőke hölgy csöngetett be, én voltam csak otthon, mert más mindenki dolgozott, és elmondta, hogy ő Gimes Miklósnak a élettársa, és azért keresett meg engem, mert ők bementek a Gyorskocsi utcába, és megkérdezték, hogy egy utolsó beszélőt, vagy egy utolsó levelet nem engedélyeztek. És a válasz az volt, hát a Gimes Miklós nem akart senkivel se beszélni, nem akart levelet írni, a Maléterné itt volt elbúcsúzni a férjétől. Ez volt az első nagy hazugság. És ezek után jött a többi. Hát én majd elájultam. Én azt se tudtam, hogy... És most még talán annyit ebben kapcsolatban, hogy amikor elérkeztem odáig, hogy ezt az egész oldalas újságcikket el tudtam olvasni, ahol magyarázták, hogy ezeket a gaz ellenforradalmárokat miért kellett, miért van per, és miért kellett megölni. Az utolsó hasáb alján voltak az ítéletek, és a legutolsó mondat az volt, az ítéletet végrehajtották. És ott álltam, hogy hát nincs hová menni, nincs kihez menni, nincs miért menni, könyörögni az életéért, mert az ítéletet végrehajtották. Én azt hiszem, nem, tovább nem tartom föl önöket, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyit is meghallgattak, és nagyon kérem, hogy Maléter Pál nevét tartsák meg jó emlékezetükben. Egy nagyon-nagyon nagy ember volt, egy jó katona volt, egy nagyon kemény katona, és egy bájos magánember, egy kedves, bájos magánember. Nagyon, nagyon megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon hosszabb, mások.